Nálunk a családban már van egy hegedűkészítő, a nagybátyám, aki szintén ebben a szakmában dolgozott, most már nyugdíjas, és az ő hatására kezdtem érdeklődni a hegedűk iránt. Azokat a módszereket próbálom a napi gyakorlatban követni, amiket a régi olaszok csináltak, nagyjából 1550 és 1750 között. Tehát a nagy Stradivariék korát megidéző munkákkal készülök. Minden kézzel, hagyományos módszerekkel történik. Ugyanazokat az anyagokat használom, tehát boszniai jávorfát, olasz alpokból származó fenyőt, és saját magam főzöm az olajlakot. 3 hónap körülbelül az az idő, amíg egy hegedű elkészül, szemben mondjuk a gyári hegedükkel vagy a manufaktúra hegedükkel. Először elkészítjük a hangszer káváját, az oldalát, egy belső forma segítségével, amire aztán feljelöljük a hátnak a körvonalait és a tetőnek a körvonalait. Kifaragjuk a hangszer csigáját, nyakát és összeállítjuk. És van még egy titok, amire a tudomány szintén nem képes még exakt választ adni, bár nagyon sok kísérlet zajlik ebben a témában. Magának a hegedű laknak az összetétele, ez pedig olajlak, az én hitem és ismereteim szerint. Sokan próbálkoznak alkoholos, vagyis szeszlakokkal, de a szeszlak nem adja azt az akusztikai eredményt, amit egy olajlakos hegedű tud. A hegedű az tulajdonképpen egy rezonátor doboz, ami a húr rezgését erősíti fel, mert a húr rezgése a levegőben elnyelődne, tehát nem jutna el a fülünkig. A hegedű húrja egy lábon van alátámasztva, tehát miközben a húr a vonóval rezeg, tehát a vonó az egy ilyen kényszerrezgést ad a húrnak, ez a rezgés a láb segítségével közvetítődik a tetőre. Eloszlik a tetőn. A tetőben belülről van enyvezve egy gerenda, és egy kis fahenger az úgynevezett lélek segítségével ez a rezgés áttevődik a második rezonátorra, ami a hangszernek a háta. Tehát ez a két rezonátor lap adja azt a rezgést, amit mi aztán a fülünkkel képesek vagyunk érzékelni. Az egész hegedű úgy van megkonstruálva, hogy a lehető legnagyobb hatásfokkal érvényesüljön ez a rezgés. És tulajdonképpen az összes rokon hangszer, sőt minden hangszert egybevéve, a hegedű a legtökéletesebb rezonátor, ami egy hosszú évszázados fejlődés, több évszázados fejlődés eredménye. Nagyjából 1550 körül André Amatival kristályosodott ki a ma ismert formára, amit aztán később Antonio Stradivari tökéletesített. És tulajdonképpen apró változtatásokkal a mai napig ez a forma vált be, olyan, mint egy hangszóró, és nagyjából azoknak a fizikai törvényeknek felel meg, mint egy jó hangszóró membrán. Az a különbség, hogy a felhasznált anyag teljesen más, tehát nem műanyag, nem kevlár, nem papír, hanem fa. És ezért a fának a fizikai törvényszerűségeit vesszük figyelembe, a szálirányt, a sűrűséget, a tömeget és a rezgőképességet. És a lakkal is ezt a rezgőképességet befolyásoljuk. Az igazi jó hegedű lak az olyan, mint a bőr. Tehát jelen van rajtunk, de nem érzékeljük, hogy ott van, de ugyanakkor mégis megvéd minket mindentől. A jó hegedű lak ugyanezt. Szolárium szekrény, szárító szekrényt alkalmazunk, mert az UV-fény katalizátorként viselkedik, tehát képesek azok a olajfilmek kialakulni oxigénhidak segítségével, ami magát a száradási folyamatot jelenti. Érdekesség még, hogy az olajlak tömege 16%-kal növekszik a száradási folyamat végére. Fenyőlemezeket gerjesztettek. Ez azt jelenti, hogy meghatározott méretű fenyőlapocskákat hanghullámok hatásának tettek ki hosszú hetekre, hónapokra. És az egyik ilyen tapasztalat volt, amit mérésekkel alátámasztottak, az az volt, hogy felpumpálódnak a sejtekben, a molekulákban tárolt energiák. Tehát ezt a jelenséget a zenészek úgy ismerik, hogy be kell játszani egy hegedűt.
Tehát egy olyan hegedű, amin hosszú évek óta nem játszottak, vagy adott esetben egy új hegedű, amin még senki nem játszott, az bejátszást igényel. Tehát viszonylag sokat, heteket, hónapokat kell rajta játszani, hogy elérje azt a csúcsformát, amivel már koncertpódiumra alkalmas. Kicsit úgy tudnám érzékeltetni, hogy van egy trambulin, amin az artista ugrál, és hogyha ez a trambulin nagyon feszes, szinte olyan, mint egy sík asztallap, akkor sokkal magasabbra tud felugrani, mint hogyha egy löttyett, kicsit narancsbőrös trambulin. Ez a hegedű a magyar állam tulajdonában lévő egyetlen Stradivari hegedű, amit a mester elég későn, 1731-ben, 86 éves korában készített. Kétszáz évig Brazíliában egy magángyűjteménybe feküdt, mire rátaláltak, és azért különleges, mert ez a hangszer a mester aranykorát követő úgynevezett késői periódusba készült, amihez összehasonlításképp elmondanám, hogy Cremona francia és osztrák uralom alatt volt ez alatt az időszak, amíg a Stradivari ott dolgozott, és 1720-ban a franciák és az osztrákok egymással háborúban álltak, és hermetikusan bezárták Cremonát. Tehát a cremonai mesterek nem jutottak el Velencébe fát vásárolni, és ez nagyjából az aranykor végének az előszelét is jelentette. A Stradivari műhely tevékenységén ez úgy látszik, hogy ez a nagyon sűrű, aprószemű olasz jávor került elő a padlásról, amit még a mestere Niccolò Amati hagyományozott rá. Tehát nem tudta megvenni azokat a gyönyörű, széles habú bosnyák anyagokat, hanem kénytelen volt olasz, illetve az Alpok egyéb részeiből származó jávorfákat használni, és ez a hegedű, ez ebből az anyagból készült. És ezen látszik ez a csodálatos Stradivari olajlak, ami gyönyörű, mély, bordó és vöröses, barnás árnyalatokban pompázik. Minden Stradivari hegedű nagyon könnyen megszólal. Tehát minden művész arról számol be, akinek volt alkalma ilyenen játszani, hogy szinte érintése azonnal szól a hegedű, és lehellett finom árnyalatokat lehet vele játszani. Ugyanakkor az építésének, a plasztika és a vastagságok tökéletes kiegyensúlyozottságának köszönhetően hihetetlen nagy hangerőre is képes, ami csak fokozódik egy jó akusztikai koncertteremben, mint például a Zeneakadémián, Zeneakadémia nagy termében.